Iparhete a Trend FM-en május 6-a és 12-e között. Hallgasson minket online és a YouTube-on is. A fenntarthatóság három pilléren nyugszik, egy környezeti, egy társadalmi és egy gazdasági pillér kell, hogy legyen a központban. Önök készítettek egy jelentést, az ESG jelentést, és ennek egyik fejezetében lehet látni egy úgynevezett lényegességi mátrixot, amely az egyes pillérek részleteit vagy konkrétumait veszi sorra, és a megkérdezettek, mely területeket tartanak a leginkább fontosnak, magas lényegességi szempontból. Melyek voltak ezek a területek? 10 lényegességi témakörünk van, ami viszonylag soknak számít. A környezeti résznél főként a kibocsátás csökkentésre kell gondolni, a zöld szolgáltatásokra, az energiahatékonyságra, hogy hogyan gazdálkodunk az energiával, a szociális résznél a munkavállalóknak a jóléte, a munkakörülmények, az esélyegyenlőség, fontosak a vállalatirányítási szempontok is, hogy mennyire vagyunk transzparensek, vagy mindezt mennyire a működésünket mennyire transzparensen végezzük. A logisztika, az árufuvarozás, raktározás rendkívül nagy széndioxid kibocsátó terület. Nézzük akkor, hogy miket sikerült önöknek tavaly elérni, hiszen ez a jelentés a 2023-as célokat és azok teljesítését tartalmazza fenntarthatóság szempontjából. A környezeti résznél kiemelném az energiahatékonysági beruházásainkat, aminek segítségével a 2022-23-ra megtakarításainkat 30%-kal tudtuk növelni. Napelemparkot is létesítettünk, szigeteltünk számos épületet. Az egyik legmeghatározóbb elem az a flottánk, a dízel flottánk, ugye 2800 járműről beszélünk, tehát ezt mindig ki szoktuk emelni, és stratégiánknak egy fontos eleme, hogy a meglévő infrastruktúránkat fejlesztük, és ezt tegyük zöldebbé, tehát nem csak új és alternatív megoldásokat keresünk. A flotta esetén is szép megtakarítást tudtunk elérni. Hogyha kilométerre nézzük a kilogramm CO2 megtakarítást, akkor ez egy 3%-os javulást eredményezett, ami már szép eredménynek tekinthető. Főleg annak köszönhető, hogy folyamatosan cseréljük a járműveinket. A célunk az, hogy a flottánk átlag életkora 2,5 évnél ne legyen idősebb, és ezt a célt is sikerült elérnünk a tavalyi év során, és ezt szinten szeretnénk tartani. Jelenleg az alternatív meghajtású járműveink darabszáma még nem tűnik soknak, de nagyon büszkék vagyunk arra, hogy jelenlegi Közép-Kelet-Európának a legnagyobb alternatív flottája a miénk, és az alternatív járművek darabszámába pedig meg tudtuk duplázni ezt a számot a tavalyi év során, úgyhogy ezt is kiemelni, mint egy célt, amit sikerült elérnünk. Nők törekednek arra is, hogy ha van rá lehetőség, ne föltétlenül mindent tehergépjárművekre vagy kamionokra tereljenek, hanem alternatív megoldásokat is keresnek. Hogy sikerült ezeket a tervek szerint megvalósítani? Amikor alternatív megoldásokról beszélünk, hogy nem csak ezekre gondolunk, hanem egy másik fontos elem, amit elkezdtünk 2023 elején, az a HVO-s üzemanyagnak a használata. Ugye ez az üzemanyag is egy olyan megoldás, ami 90%-os CO2 megtakarítást tud eredményezni. Szerencsére egyre nagyobb a kereslet erre, tehát szintén a tavalyi évben kezdtük ezt el. Sikerült egy szép emelkedést ebben is elérnünk, tehát az üzemanyag, a HVO 100 üzemanyag használatban, ami az egy másik generációs bio üzemanyag. A jelenlegi dízel járműveinkbe be tudjuk ezt az üzemanyagot tölteni. Kisebb költséget is, meg operációs nehézséget okozhat, és meg más alternatív meghajtású járművekhez képest. Valamint egy nagyon fontos eleme vagy pillére a ESG stratégiánk elemének, az pedig az, hogy szeretnénk egy döntően közúti szolgáltatóból átívelni egy multimodális szolgáltatóvá. Ennek az első lépéseit meg is tettük, vasútnak és a közútnak a kombinálása, és ezt szeretnénk tovább fejleszteni. A cégcsoport felvásárolta a Petrostat csoportot, így a cégcsoportunkon belül most már van egy vasúti tevékenységgel foglalkozó vállalatcsoport is, ezzel szeretnénk úgymond bővíteni a portfóliónkat, és az intermodális szolgáltatás mellé még beemelni bármilyen vasúti szolgáltatást, ami az ügyféligényekből ered.
Ide kívánkozik ugye még egy szállítási útvonal, elvileg ugye a vízi szállítás, amely ebből a szempontból tán sokkal költséghatékonyabb. Ez nem került szóba. A tengeri szállítmányozási tevékenységünket tavaly indítottuk el. A vízi közlekedési ág is bekerült most már a portfólióba, úgyhogy ezen a téren is szeretnénk terjeszkedni. Ez az első, ami a vízi közlekedéssel kapcsolatos, a folyami közlekedéssel még nem foglalkoztunk, de tudja, hogy még mit hoz a jövő. A munkakörülményekről, a képzésről, a hulladékkezelésről, az adatbiztonságról bőven lehetne még beszélni. A 23-as adatokon és jelentésen kívül mi az, ami 24-ben még egy nagy terv vagy áttörés lehet a fenntarthatóság szempontjából önöknél? Az idei évnek a nagy fókusza a vasúti szolgáltatásunknak a kiterjesztése, amit az előbb említettem, hogy azzal, hogy bekerült egy új cég a vállalatcsoportba, hogy nagyon sok feladatunk van az integrációt tekintve, és az idei évben erre fogunk fókuszálni a zöld szolgáltatások terén. A másik elem pedig a HVO 100 üzemanyagnak a további használata. Nagyon sokat segítene, hogyha Magyarországon is lehetne HVO 100 üzemanyagot tankolni a kutakon, megpróbálnánk ezt megoldani házon belül, hogy legalább az olyan keretek között, amit most a jogszabály megenged, tudjuk Magyarország területén belül is használni ezt az üzemanyag típust.